Sziasztok! Ez újra a Késbarátok csatorna, ez pedig a Real Steel G5 Metamorph. A kést kézbe véve, ami elsőre szembe tűnik, az ugye a design. Gyakorlatilag hát a G3 Pukkónak egy ilyen továbbfejlesztett változata ez, illetve úgymond a pillesúly kategóriában indul, mert hogy összességében 75 g a kés. Ugye ez annak köszönhető, hogy a markolatanyaga az alumínium, ami jelen esetben ilyen kék eloxálást kapott. Ebbe vannak belesülyeztve az acéllinerek, amik ugye plusz merevítést adnak a késnek. Maga a design az ugye az Ostap Hell által és a Real Steel közleműködésével létrehozott design, ugye ami már a G3 Pukka esetében is megvolt. Igazából a G jelölés az ugye a Gentleman Foldert takarja, tehát egy ilyen elegáns, egyszerű, mindennapokra tervezett késről beszélünk, ami egyébként igen jól sikeredett, és jelen esetben ugye hát egy ilyen nyitó nyúlványa vagy front flipperrel ellátott kés tartok a kezemben, ami ugye pöccintésre nyílik. Egyébként tűgörgős csapányozást kapott, és itt látható az előbb említett sűjjesztett acélliner, ami ugye maximális merevséget és stabilitást ad a markolatnak. Egyébként még két színben kapható, rose gold, illetve ezüst színben, és hát ugye valóban gyönyörű a design, egyszerű, letisztult forma. Itt ugye egy szálcsiszolt spearpoint penge, ami 90 mm, tehát ugye kicsit meghaladja az EDC határt, de egyébként rendkívül elegáns és tényleg szemegyönyörködtető látvány. Ugye itt látható a márkanév, az Ostap Hell Design, és ugye a Real Steel által preferált 14C28N acéljelölés, illetve ugye itt még a Real Steel logó. A 14C28N acél egy magas nitrogéntartalmú acél, ami a mindennapok során bőven megállja a helyét. Magasan korróziótűrő, jól élezhető, jó éltartó, tehát tényleg egy ilyen kés esetében maximálisan tudja azt, amit tudnia kell. Ugye liner rock rögzíti a pengét. Itt találhatunk egy ilyen recézett felületet, ami ugye rácsúszásgátlóként is funkcionál, illetve hát ugye maga a nyitás ugye ezzel lehetséges. A klip az egyállású, egy fentállásban jobb oldalon, nem is átszerelhető, tehát igazából tényleg egy ilyen egyszerű kés, nincsenek túl bonyolítva a dolgok benne. Viszont hát a minőség az abszolút ebben a kategóriában páratlan, sőt, én azt mondom, hogy még egy-két kategóriával följebb is megállná a helyét. Ugye. A nyitás csukás az könnyedén, finoman működik, a penge az tökéletesen középre zár. Tényleg a Real Steel ismét olyat alkotott, hogy nem tudunk belekötni gyakorlatilag. Ez volt a Real Steel G5 Metamorph. Sziasztok!